Régóta várt beruházás valósult meg Öreghegyen. Korábban nagy sebességgel és balesetveszélyesen közlekedtek az autósok a pozsonyi Zsolnai úti csomópontban. Éppen ezért a lakókkal egyetértésben az a döntés született, hogy egy körforgalom oldhatja meg a problémát, mondta Őstor Anna Mária, a városrész önkormányzati képviselője csütörtökön a beruházás műszaki átadásán. A korábbi ideiglenes csomópont most véglegessé vált. Sokkal biztonságosabb lett a helyszín, hiszen kicsik, nagyok most már zebrán tudnak átkelni, amit borzasztóan hiányoltak, de hát ennek feltétele a körforgalom szabályos kiépítése. Úgyhogy én mindenkinek nagyon köszönöm, aki ebben részt vett, tervezők, kivitelezők, a közlekedési iroda munkatársai, hogy ez ilyen hamar, 3 hét alatt megújulhatott, és köszönöm a lakók türelmét is. Az elsődlegesen gyalogos biztonsági szempontoknak megfelelő beavatkozással egy korszerű, akadálymentes körforgalom jöhetett létre. A beavatkozás keretében megépült korszerűsítésre került a csomópont, mind a 4 ága. A csomóponti ágokon kijelölt gyalogátkelő helyek kerültek kialakításra, akadálymentesítéssel, új szegélyépítésekkel, járdaépítésekkel, a természetesen ehhez kapcsolódóan a közvilágítás is korszerűsítésre került, és megújult a csomópont területén az aszfalt burkolat is. A beruházás teljes egészében önkormányzati forrásból mintegy 35 millió forint értékben valósult meg.